Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. Bizonyára önök életében is vannak olyan emberek, akiket egy kicsit elviszik az energiájukat, és vannak olyan emberek, akinek a társaságában szinte feltöltődnek. A következő 25 percben én, és így rajtam keresztül remélem a nézők is feltöltődni fogunk, hiszen vendégünk Jakubek Tiborné Ágnes, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója, a székesfehérvári horvát nemzetiségi önkormányzat elnöke. Nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Hát én nagyon köszönöm a meghívást és ezt a felvezetést. Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy valóban fogok tudni energiát ébreszteni nagyon sokakban, és nem csalódást. Évek óta beszélgetünk együtt, de most olyan témát választottunk a műsorban, amiről még soha nem, és én nagyon-nagyon vártam és készültem rá, hiszen amellett, hogy megismertünk, hogy mennyire hitből, mennyire energiából és szeretetből végzed a munkádat, az magát Ágit, és nem feltétlenül Jakubek Tibornét, és nem feltétlenül az igazgatót, vagy az elnököt még igazából nem tudtuk megismerni, hogy honnan ered mindez az energia, úgyhogy ez mind kiderül majd a műsorból. Viszont először is hagyd kérdezzem meg, hogy miért pont a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház? 2002-ben költöztünk családostól ide Székesfehérvárra. Akkor, amikor Székesfehérvárra jöttünk, őszintén meg kell, hogy mondjam, nem ismertem magát a várost. Az akkori kollégáim, akikkel együtt dolgoztam Gödöllőn, ők mondták, hogy Ági, olyan szép helyre fogsz menni, meg fogod látni, annyi szép fog körülvenni, és eljöttem és ismerkedtem, pedagógusként dolgoztam én előtte. Az első hatalmas vágyam az volt, hogy mindenféleképp pedagógusként tudjak elhelyezkedni, mert én hiszem is vallom, hogy pedagógusként lehet leghamarabb és a leggyorsabban személyes kapcsolatokat építeni, hiszen ott mindjárt az ember több gyermek családjával kerül kapcsolatba. A gyerekeken és a családokon keresztül nagyon gyorsan meg lehet ismerni egy városnak a kultúráját, a közgondolkodását, az értékítéletét, az értékeit, hogy mi, hogyan, miként fontos, és a viszonyrendszerekbe is nagyon hamar bele lehet látni. Szerencsém is volt, hiszen akkor szerződéssel egy fél évre el tudtam helyezkedni a Ligetsori óvodába, ahol nagyon jó kapcsolatokat sikerült kialakítani. Nem csak úgymond az óvodapedagógusi kollégákkal, hanem magukkal a családokkal is, akik oda jártak. És a másik nagy vágyam volt az, hogy tudjak dolgozni a kultúra területén a tekintetben, hogy tudjak szervezni, tudjak adni, tehát, hogy minden olyan dolog, amire én vágytam sokféle szempontból, az valamilyen módon meg tudjam valósítani, és tovább tudjam adni. A városban sétálva, és akkor még nem tudtam, hogy a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház az egy egyházi fenntartású művelődési központ, többször elsétáltunk ott a Liszt Ferenc utcán, és bebementünk, és maga az épület az nagyon csalogatott, és mondtam, hogy ha egyszer nekem az életben sikerülne, itt ebben az épületben nagyon-nagyon szeretnék dolgozni, de akkor még azt mondtam, hogy ha dolgozni nem is dolgozhatom ott, de ha már csak ide járhatok kulturális programokra, már az is engem boldoggá tesz. És hát úgy alakult az élet folyama, hogy végülis először oda kerültem dolgozni, majd ma pedig már, ugye most már a 10. éve, igazgatom is igazából az intézménynek a működését, és segítem a munkatársaimmal együtt az egésznek a létét, a fennmaradását, és az, hogy minél tartalmasabban és minél színesebben tudjon működni az intézmény. A másik dolog, ami szintén nagyon fontos volt számomra, igen, valóban az egyházhoz való tartozása. Tehát, hogy az, hogy egy olyan erős és mély hitet tud sugározni maga az intézménynek és a programszervezésnek a szellemisége, amely nekem nagyon a sajátom. Tehát nekem ehhez nem kellett külön hozzá idomulnom, ezt nekem nem kellett külön kitalálnom, hanem ez az, amire úgy érzem, hogy ez bennem van. Tehát, hogy én ezt hoztam otthonról, hoztam édesanyám révén, aki egy nagyon-nagyon mélyérzésű, mélyvallású, nagyon-nagyon erős hittel rendelkező anya volt, és hát számomra az életem egyik legeslegatalmasabb mintaképe. Most kerültünk oda, ahol kezdeni kellett volna. Hol nőttél fel, hol születtél, milyen családban? Egy nagy családban születtem, 7. gyermekként születtem, 10 vagyunk testvérek, ez Bács-Kiskun megyébe található, ez a nagyközség, úgy hívják, hogy Katymár. Ez egy nemzetiségi nagyközség. Abban az időben, amikor én még gyermek voltam, igen magas lélekszámú volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen önfenntartó, hiszen
nagyon-nagyon sok olyan munkahelyi lehetőséget tudott akkor kínálni az ott lakóknak, ami eleve biztosította azt, hogy az emberek nagy többsége, tehát a falubeliek ott meg tudtak maradni. Tehát nem kellett a lakóhelyükről elmenni dolgozni, majd ugye este késő órákba hazaérkezni, hanem valóban aki ott akart és tudott dolgozni, azt tudott dolgozni. 5 TSZ-e volt akkor, állami gazdasága volt neki, honvédsége volt neki, téglagyára volt neki, malomipara volt neki, olyan üzletekkel volt akkor ellátva, ami úgy kell, hogy mondjam, hogy a hétköznapi élete teljes mértékben kiszolgálta, óvodája, iskolája volt neki, sőt, nemzetiségi iskolája is volt, tehát nem csak egy iskolája volt, hanem 2 iskolája volt, ami hát ugye abban a korban azért bizony nagyon nagy szó volt. Vidéken, kisfaluban még pontosan mindig nagy szó. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egy abszolút önellátó volt. Péksége volt neki, olyan péksége, amely nem csak, hogy magát a nagyközséget látta el, hanem a környékbeli községeket is el tudta látni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy szinte egy ilyen paradicsomi hely volt valóban. Nagyon-nagyon szerettem ott gyermek lenni. És azt is tudni kell, hogy az ottani nagyközségnek a lélekszám összetétele nemzetiségét tekintve kisebb lélekszámban voltak úgymond magyar ajkúak, és nagyon, tehát többségben voltak inkább az úgymond német, vagyis fábok, és pedig a bunyevácok, vagyis a horvátok. Ami nagyon fontos dolog volt abban a korban, mindenki beszélte mindenki nyelvét. Szinte mindenki mindenkiét. Tehát úgy nőttél fel, hogy egyformán beszélted a magyart és a horvátot, és talán még a németet is emellett? Én nem, de a szüleim igen. Tehát például az én szüleim, hogyha találkoztak korabeliekkel és az utcán mentek, eleve úgy köszöntek attól függően, hogy kiindítványozta a beszélgetést, azon a nyelven beszéltek, és ezt viszont perfektették. Nálunk nagyon fontos volt a családban, és minket úgy nevelt édesapám, hogy mindig azt mondta, hogy az ajtón belül, ami az én házam, az én váram, és mivel hogy az én gyermekem vagy, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy minden olyan dolog, ami ehhez a kultúrához tartozik, azt tudnod kell. Tehát tudnod kell a nyelvet, tudnod kell az imákat, tudnod kell az éneket, és mindent, ami ehhez tartozik, de hát ehhez viszont biztosítva volt az iskola is. Azt mondta, ha kapunk kilépsz, akkor viszont tudnod kell, hogy az ország gyermeke vagy, tehát ahol ugye a magyar van, és ott mindent tudni kell. És mert, hogy magyarok vagyunk, tehát hogy tulajdonképpen tehát itt vagyunk, itt születtünk, itt élünk, minden olyan törvény, ami igazából magát az államiságot, mint olyat őrzi, védi és az embereket szolgálja, az mindenkire vonatkozik. Szüleid is Magyarországon születtek? Szüleim is már Magyarországon születtek, igen. Igazából az ő szüleinek a szülei, tehát azért mondta, magyar nép egyébként is, sőt, Kárpát-medencében lakó nép, nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy ez egy vándorló út során kerültünk ide, szép Magyarország területére, ahol most élünk és itt vagyunk. Nagyon-nagyon sok családban, hogyha valaki elkezd ma családfát kutatni, bizony észre fogja venni, szinte a legtöbb családban, tehát azért nem mondom, hogy mindegyikben, de a legtöbben biztos vagyok benne, hogy felelhető más-más nemzetiségű valamilyen kötődés, ami nem is baj. Hiszen én hiszem és vallom, de hát ha csak más nézünk Szent István királyunk intelmét és tanításait, az országunkat a sokszínű kultúra teszi gazdaggá. És hogyha ezt nem különbözőségnek nézzük, hanem igazából azt nézzük, hogy melyek azok, amik minket ezáltal gazdagítanak, hiszen kevés olyan hely van, ahol békében egymás mellett tudnak élni úgy nagyon-nagyon sokféle nemzetiségek, hogy a kultúrájukkal egymást tudják igazából gazdagítani. Tehát ez azt jelenti, hogy megőriztétek a horvát szokásokat, és ebben nőttél fel. Egyet-kettőt kiemelsz, ami jelen volt, és ami mondjuk máshol nem található, vagy más családokban nem fordul elő? Végül is, amikor én gyermek voltam, abban a korban még nagyon-nagyon erősen kötöttek az ünnepek ugye az egyházi ünnepekhez. És nem csak, hogy az egyházi ünnepekhez kötöttek, ezeknek ugye mindig megvolt a maga rituáléja, a maga szokásrendje. De nem csak az egyházi ünnepeknek, hanem az egyéb másfajta ünnepeknek is nagyon megvolt az erős szokásrendszere, és ami szintén nagyon fontos volt, hogy azért ezekhez az ünnepekhez általában kötődött úgy a család, hogy nem csak a szűk családi kör, hanem akkor még nagyon-nagyon fontos volt, úgymond a széles családi kör, ahol rokonokat hívtak össze. Itt most csak azt szeretném kiemelni, hogy ilyen ünnepek voltak egyébként, ha most egyházi ünnepeket akarok mondani, ugye búcsú egyébben kétszer volt, és általában Mária ünnephez kötődően, tehát ahhoz közeli volt ez az időpont. Nagyon fontos volt, hogy szinte messze-messzi vidékről, tehát ilyen 30-50 kilométeres körzetből
akkor bizony a rokonok összejöttek, és én emlékszem rá, hogy gyerekkorunkban hihetetlen nagy rokonjárás, látogatás volt, megjelentek ünneplőbe, nagy szeretettel jöttek, mi viszont vártuk őket, tehát mindenki készült apró sütemény, házi süteményekkel, mert ugye abban a korban az is nagyon-nagyon fontos volt, hogy mindent, amit az ember tud, egyrészt önmaga termelje meg, másrészt, amit tud, azt önmaga is készítse el. Nagyon fontos volt a vendégvárás. És egyébként ez azért nagyon jó, mert ez hosszú-hosszú éveken keresztül azért át tudott öröklődni. Sajnos mai korra levetítve ennek hiányát szenvedjük meg. Én úgy veszem észre, nem csak a mi családunkon belül, én azt veszem észre, hogy egyre kisebb azoknak a családoknak a köre, ahol ez mondjuk valóban, mint mai nap hagyomány él. Ugyanígy ehhez tartoznak a különböző, és akkor még egy egyházit mondok, ugye a karácsonynak a megünneplése, az ahhoz kötődő ünnepkörök úgy szintén, mi még jártunk abban az időben, bár inkább a fiúknak volt szokás, de minket megengedtek, mert ugye lányok is elmehettünk, az aprószenteknek a köszöntése, akkor a különböző, a betlehemezésnek a megélése, mert be kellett, hogy öltözzünk, és bizony jártunk, mert ez fontos volt, és nekünk nagyon fontos volt, hogy mi szüleink mindig mondták, hogy igenis, hogy menni kell, igenis, hogy tudni kell a többieknek, igenis, hogy őket is köszönteni kell. Tehát rengeteg olyan a szokásrendszerből és az ünnepkörből adódó nevelési dolgot is megtanultunk, és közösségépítési dolgot is megtanultunk, amelyek ma hiányoznak. És ez is egy olyan akadálya, hogy ma többet vagyunk magányosak, mint sem, hogy közösségi életet tudjunk élni. Folytassuk a pályádat, az életutadat. Hova jártál főiskolára? Főiskolára Kecskemétre jártam. Budapesten végeztem a középiskolai tanulmányaimat, szintén nemzetiségi gimnáziumban, amit nagyon szerettem, és onnan pályaválasztásképpen mentem el akkor óvónőképzőbe, azt végeztem el először. Nagyon-nagyon szerettem, édesanyám volt egyébként, aki egy rövid ideig tudott dajka lenni, és nagyon szerette a gyerekeket, és tudom, hogy a pályaválasztási tanácsadóm igazából ő volt mindig, mert kerestem az utamat, hogy merre menjek, mit csináljak majd, és édesanyám mondta mindig, hogy édesanyám, de hát miért nem leszel óvónő, a világ legszebb szakmája. Nem véletlenül voltak 10 testvérek. Igen, és mindig mondtam neki, de én nem vagyok olyan, mint te. És mondtam, hogy én nem biztos, hogy fogom tudni majd olyan nagy szeretettel csinálni, és olyan alázattal, mint ahogyan te is. Ő mondta mindig, hogy édeslányom, azt nem is lehet másképp, próbáld meg, meg fogod látni, hogy szereted. És hát végül is tényleg elmentem. Azt hiszem, hogy a gyakorlatvezető tanáraimnak köszönhető, hogy valóban akkor a pályán megmaradtam, mert biztos vagyok benne, nagyon sokunknak vannak olyanok, akik a pályánk során, akik hol támogatnak minket, hol egy picikét mondjuk a különböző nevelési technikákkal mondott jó irányú, vagy inkább korlátoznak minket, de nekem több volt inkább a nagyon-nagyon segítő szándékú ebben, és így maradtam meg a pályán, mert valóban még be nem fejeztem a főiskolát, addig egyszer-kétszer úgy megfordult a fejembe, hogy természetesen persze jó, el fogom végezni, de nem biztos, hogy a pályán fogok maradni. Ebben volt egy kis félszis, ugyanis én, az egyik nővérem az pedagógus volt már akkor, és engem tanított, és nagyon-nagyon jó pedagógus volt, valóban nagyon jó. Nála láttam először, a sok tanárhoz tudtam igazából hasonlítani, hogy lehet úgy is pedagógusnak lenni, szívvel, lélekkel, és mondjuk a kevésbé produktív, vagy a folyamatosan önmagát megmutogató diákon kívül lehet olyan diákokat is magas szintre felhozni, akik egy picikét visszafogottabbak, kevésbé okosak, és tudom, nekem is voltak olyan osztálytársaim, egy-kettő kifejezetten, akik nagyon-nagyon nehéz családi körülmények között is éltek, sok egyéb más probléma is volt, de nagyon küzdöttek, főként kémia órán is, ő ugye kémia-matematika szakos tanár volt, és ő kémiát tanított nekünk. És akkor, amikor dolgozott... Ezért ez nagyon furcsa felállás. Mekkora volt a korkülönbség köztetek? Hát azt mondja, 7-9-11 év korkülönbség van köztünk. És a nővérem, a tanárom, szokatlan. Igen. Mert olyan előfordul, hogy a szülő véletlenül. Igen, 7. tanított, úgyhogy nagyon örültem neki. Nem volt otthon veszekedés? Nem. Nagyon szigorú volt, nagyon-nagyon szigorú volt. Utána ő egyébként el is került, mert utána ő Pécsre ment tovább tanulni. Oda jött le ez, hogy gyakorlatra, és utána pedig már el is ment Pécsre, ott ment férhez. De nagyon jó pedagógus volt, és én azt mondtam, hogy én nem biztos, hogy tudok kijelenni. Tehát már előtte volt egy mérce, hogy vajon tudok-e én majd ilyen lenni, mert ha nem, akkor nem biztos, hogy érdemes.
Mert a pedagógus szakma az valóban egy olyan, az egy szolgálat. Tehát azt nem lehet másképp, azt csak szívvel, lélekkel érdemes csinálni, és folyamatos önképzéssel. Mert ugye a generációk hozzánk nőnek, mi pedig tetszik, nem tetszik, ugye mindig öregebbek leszünk, tehát fiatalabbak nem. Tehát mi csak akkor fogunk tudni visszafelé figyelni oda rájuk, és mindig újra és újra hozzájuk alkalmazkodni, hogyha valóban egy folyamatos önnevelés, egy önművelés történik, továbbképzés történik. Na tehát a lényeg, hogy végül aztán óvónő lett belőlem, nagyon-nagyon szerettem, majd azt követően pont a vezetőimnek köszönhetően, vagy az ők invitálására kellett végül is aztán továbbképeznem magam, mert hogy jött egy olyan megkeresés, hogy akkor vegyek részt a képzésben, mármint hogy a szakközepes óvónő képzésben, amit szintén megijedtem, hogy mondom, de nálam vannak sokkal jobbak. És akkor azt mondták, hogy... A szerénység csak erény. Hogy nem amiatt választottak, hanem pont amiatt választottak, ami valószínű, hogy akkor éppen bennem az erősebb. Nagyon szép évek voltak azok is, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki. Majd aztán családunkban sajnos az egyik nővérem, 97-ben ő megbetegedett, ő rákos lett, és egy helyen laktunk, ő is Gödöllőn lakott, én is Gödöllőn laktam, és hát több időt igényelt akkor az ő rávaló odafigyelés, és akkor egy rövid időre elmentem fizetés nélküli szabadságra, mivel hogy nem tudtam hosszabb időre, tehát hogy kikapcsolódni a munkából, hiszen a munkatársakat ezáltal aztán akadályoztattam volna. Ő aztán sajnos április, tehát épp akkor 97 húsvét vasárnapjára reggelre sajnos meg is halt. És utána az öcsém volt az, aki azt mondta, hogy mi volna, ha pályamódosítást hajtatnánk végre 20 év után, és nem mennék vissza a pályára dolgozni, hanem elkezdenénk könyvekkel foglalkozni, és egyáltalán egy picikét úgy kitágítanám azt a fajta teret, ami még azért ott van előttem. Így aztán elkezdtünk antikváriumos képzésekre járni, és akkor elkezdtünk antikvár könyvekkel foglalkozni, könyvkereskedéssel foglalkozni, és hát akkor az életembe belépett egy 10 olyan év, ami azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon hálás vagyok a döntésért, amire rábeszélt, és amitől nagyon féltem. Ugyanis a 20 éves szakmai gyakorlatom alatt és a munkám alatt főként inkább a szakmám érdekelt. Picik voltak a gyermekeim, ugye akkor még két fiunk volt, az is lekötött, építkeztünk, az is elfoglalta az időmet, a mindennapi megfelelés és a mindennapi munkához szintén inkább a szakmához fordultam. És akkor, amikor ugye jött ez az elképzelés, hogy na, mégis egy abszolút másfajta fordulat az életünkbe, ez a korosztály már nem a picik, és ez nem is csak a középiskolai korosztály, hát ugye a könyvvásárlók nagy része nagyon-nagyon vegyes, tehát tényleg minden korosztály megfordul benne, és bizony hát a különböző szakirány is megfordul benne, és úgy éreztem magam, mint Alice Csodaországban először, ugyanis elém tárult egy hihetetlenül gazdag könyvtömeg, és ebből a hatalmas nagy könyvtömegből el kellett kezdeni megtanulni, besorolni a könyveket, mi, hova való, miért jó, minden szakmából megtanulni, hogy mi az érték, mi az, ami olvasható, mi az, ami kevésbé fontos. Nagyon-nagyon sokat tanultam a hozzánk látogató vásárlóktól, hiszen ugye ott is nagyon sokfélék vagyunk, vannak köztük olyanok, akik szeretik megosztani a tudásukat azzal, aki ott áll, és hogyha az ember erre nyitott, akkor meg is tanulhatja. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, tehát... És sok minden másban is segített az életben, ugyanis addig alkalmazott voltam, és ki kellett kerülnöm egy olyan életbe, ahol önmagamnak kellett megteremteni azt, hogy miből fogunk élni, hogyan fogunk élni, az eszközt is nekem kellett előteremteni, a helyet is nekem kellett előteremteni, hogy hol fogok dolgozni. Mert ugye akkor, amikor van egy munkahelyünk, akkor általában a hely adott. Ugye aláírunk egy munkaszerződést, akkor a munkaszerződés keretében általában a bérünk is akkor adott. Még a munkaköri leírásunkat is megmondják, hogy akkor igazából mi az, amit meg kell tennünk. Ha az ember ebből a körből kilép, akkor minden változik. Így, ahogy hallgatlak téged, akár azt, ahogy felnőttél, amilyen közegben felnőttél, az, ahol iskolába jártál, ahol dolgoztál egyik területen, másik területen, mintha mind arra készített volna fel, amit most csinálsz. Igen, biztos, hogy ez így is van. Mind. Tehát valahogy szépen egymásra épülnek. Az egyiket a másik nélkül valószínű nem tudtam volna, vagy nem tudnám úgy végezni, ahogyan
az ember szeretné, persze természetesen soha nem lehetünk önmagunkkal elégedettek, legalábbis én tudom, hogy én kifejezetten olyan ember vagyok, aki soha nem elégedett önmagával, de mindig igyekszem magam fölé olyan személyeket tűzni, és olyan célokat tűzni, ami segít is abban, hogy a fejlődésünket szolgálja. Számomra nagyon-nagyon fontosak egyébként a mintaképek, tehát a személyes mintaképek. Ez valószínű azért van, mert hogy a családban hetedik gyerekként születtem, és ugye itt már említettem egy mintát a családomból, ugye a nővéremet, aki fantasztikus pedagógus volt, és valóban az egész munkássága alatt, ma már ugye nyugdíjas, akkor is nagyon, mindenütt nagyon jó pedagógus volt, mindenütt nagyon dicsérték, de említettem egy másik nővéremet, ugye aki mellettem lakott nem messze. Én nagyon-nagyon nagy húzóerő volt nálunk a családban mindenki. És mindenki olyan magas mércét állított, hogy én mindig megnéztem, hogyha ezt a korra, ezt ő elérte, akkor az nem történhet meg, hogy én ezt ne érjem el. És például az a nővérem, akiről beszéltem, és aki meghalt, ugye ő 7 évvel volt idősebb tőlem, és ugye mindig azt mondják, hogy a 7 éves ciklusok az életünkben, azok mindig egy ilyen nagy váltó periódusok, és emlékszem rá, amikor abban a fiatal korban tartottunk, hogy családunk volt már, és megnéztem, hogy ő már mit ért el, tehát, hogy már van önálló lakhelye, van családi háza, olyan munkahelye, és azt mondtam, hogy hát, ha neki van, nekem kötelező, hogy legyen, tehát mennem kell utána. És hát igazából egymás segítve tudtunk eljutni odáig, hogy valóban mindig, de mindenki nagyon húzta a másikat, és ez nagyon fontos mindezt volt. Mindezt át tudtad vinni a saját családodba, ezt a felfogást? A felfogást azt valószínűleg úgy látom, hogy igen, tehát a gyermekeim ugye most már 37, 35, meg 21 évesek, tehát úgyhogy mondhatom azt, hogy most már felnőttek, de nagyon sokat változott a világ. Vannak ebben a változásokban jó dolgok, és lehet, hogy most nem leszek szimpatikus, de azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan dolgok, amelyek szerintem nem kifejezetten szolgálják az egészséges életet. És nem kifejezetten szolgálják azt a fajta célkitűzéseket, vagy nem kifejezetten támogatják, inkább így mondanám. Tehát nagyon nehéz lett ma. Valamikor az ember, ha célokat tűzött ki önmaga elé, és mindent megtett a célok eléréséért, valahogy még ha az út nem is volt teljesen sima, mert az nem probléma, hogyha nem sima, legyenek benne nehézségek, a nehézségek ellen nem küzd az ember, azokra szükség van, tehát nekem azzal semmi bajom. Azzal inkább van bajom, hogy ma borzasztó nehéz célokat felállítani, és bár teljes erőbedobással sem sikerül az emberek igen nagy többségének szerintem a céljait úgy elérni. Egy percünk maradt, azt már nem kérdezem meg, hogy megtaláltad-e a helyet, hiszen ez sugárzik. Én azt hiszem, hogy ott vagy, ahol neked lenned kell. Milyen vágyaid vannak a következő évekre? Igen, mert úgy érzem, hogy megtaláltam. Legalábbis nagyon szeretem a munkahelyemet. Nagyon. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte a fenntartóimnak, az intézmény fenntartójának, hogy személyemnek azt a bizalmat megszavazta és még megszavazza, hogy itt ebben az intézményben dolgozhatunk. A vágyaim, különösebb vágyaim úgymond, hogy olyanok nincsenek, amelyek a földtől elrugaszkodóak. A vágyaim az, hogy a munkatársaimmal együtt minél szertágazóbb és minél színesebb és minél értékesebb programokat tudjunk ebben az intézményben úgy szervezni, hogy nagyon sok székesfehérvári és székesfehérvári látogató szeresse és ismerje meg minél mélyebben ezt az intézményt, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házat, hiszen Székesfehérvár szívében van, nagyon-nagyon jó helyen, tényleg én úgy gondolom, hogy bár nem vagyunk hibátlanok, de nagyon nagy szeretettel és nagy lelkiséggel hívjuk és várjuk az odaérkezőket az általunk szervezett programokra, és természetesen azokra is, amelyeknek csak helyet biztosítunk, de nem mi szervezünk. Hát a vágyam, hogyha személyesen önmagamat nézem, hát a vágyam nem lehet más, mint az, hogy lássam a gyermekeimet az életben boldogulni, még hogyha nehézségek árán is, de hogy a kitűzött céljaik, amelyekért valóban nagyon-nagyon megdolgoznak a mindennapi hétköznapokban, és az, hogy legyen béke, feltétlenül, és egészség. És az, hogy ne akarjunk mindent felcímkézni, ne akarjunk különbözőségeket tenni, hanem próbáljunk meg valamilyen úton, módon egymás segítve egyetértésben jövőt építeni. Gyönyörű végszó volt, én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Nézőink ugyan nem tudnak válaszolni, de szívesen megkérdezném, hogy érezték azt a feltöltődést, amiről az elején beszéltem. Jakubek Tiborné volt a vendégünk, köszönöm szépen, hogy velünk voltak, viszontlátásra!